A napokban tartotta a magyarországi németek országos önkormányzata az ifjúsági találkozóját Bonyhádon. A téma a közelgő önkormányzati választások és annak népszerűsítése volt, amelyet a résztvevők kisebb csoportokban dolgoztak fel, majd prezentálták az ötleteiket a többieknek. A toborzás online történt, és az egész országból érkeztek a találkozóra, így minden régió képviseltette magát. Alapvetően mindig igyekszünk meghatározni egy speciális témát, amin szeretnénk átmenni a konferencia folyamán. Alapvetően itt a 3 nap alatt elég kevés időnk van arra, hogy ezekben mind nagyon belemenjünk, de igyekszünk csoportokat alkotni, hogy az ifjúsági stratégiának bizonyos pontjait azért ki tudjuk dolgozni. Most ugye, hogy közelegnek a választások, így adott volt a téma, így igyekszünk erre főként megoldásokat találni, és olyan stratégiákat kidolgozni, ami konkrétan hozzájárul ahhoz, hogy az ifjúsági stratégiát erre az időszakra meg tudjuk valósítani. Szeretnénk, hogy a nemzetiségi választásokon, önkormányzati választásokon egyre több fiatal jelöltesse magát képviselőnek, és erről beszélünk, hogy hogyan tudjuk elérni, hogyan tudjuk bevonni a fiatalokat ebbe az egész közösségbe. A megjelent fiatalok mind aktívan ápolják az identitásuk egészen kiskoruk óta. Alapvetően a Lányvári Német Nemzetiségi Egyesületben vagyok táncos most már több mint 15 éve, illetve 5 éve oktatok is, és emellett a Lányvári Német Önkormányzatban is 2019 óta tag vagyok, és így igyekszem a helyi hagyományokat és tradíciókat ápolni. És mindemellett nagyon sokáig a GYUTU-nak is tagja voltam, viszont november óta most már a kemény magból úgymond kiléptem. Gyermekkoromtól érintett vagyok a témában, 3 éves korom óta nemzetiségi óvodába jártam, utána nemzetiségi általános iskolába, és utána nemzetiségi gimnáziumba, és egyetem mellett is részt vettem egy német nyelvű programban, aminek a keretében lehetőségem volt Németországban tanulni is egy rövid időre, és ezzel kaptam egy plusz ilyen bizonyítványt is, amivel bizonyítani tudom, hogy német szakterületen is kompetens vagyok, tehát nem csak mint közgazdász, hanem németországi ügyekben is. Hát kiskorom óta már fontos szerepet játszott a sváb hagyományok ápolása az életemben. Édesanyám egy alapító tagja volt a GYUTU-nak, és már kiskoromtól kezdve beiratott táncolni, szóval aktív tagja vagyok a Vörösvári Táncsoportnak is, egy sváb hagyományőrző egyesületnek, a Verisvárer Heimatwerknek. Játszok egy vörösvári felnőtt fuvószenekarban és egy ifjúsági fuvószenekarban is, illetve nemrég megalapítottuk a vörösvári szekcióját a GYUTU-nak, és annak is tagja vagyok. A találkozón Schmidt Zoltán, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának pécsi regionális iroda vezetője is részt vett. Ő elmondta, milyen fontos az utánpótlás a magyarországi németség számára. Nekem személyesen is, de szerintem az egész magyarországi németség szempontjából is mindig is fontos volt, hogy legyen utánpótlás mindig is, és most is, és ezért alapfeladatunk az, hogy a fiatalok jöjjenek a rendszerbe egyáltalán, be az önkormányzati rendszerbe is, persze a kulturális rendszerbe is, de most az önkormányzati választások előtt állunk, ugye egy évvel szinte előtte, és már elő kell elkészülni. Pontosan az önkormányzati választásokkal kapcsolatban, a nemzetiségi önkormányzati választásokkal kapcsolatban beszélünk, és próbáljuk meg azokat a fiatalokat, hogy ezt a szót aztán a multiplikátorként használni, motiválni, akik majd otthon a saját településeiken még 10 embert hozzá csatolnak ez a rendszerhez. Nem csak tolnaiak és nem csak baranyaiak, hanem az egész országból, a magyarországi németség lakik, Soprontól Gyuláig, hogy így fogalmazzak, vagy Berkenyétől Lipóig. Az országos önkormányzatnak van egy ifjúsági bizottság, és ez az ifjúsági bizottság gyakorlatilag toborzott kapcsolatban áll mindenféle platformon a fiatalokkal, és a fiatalok ezáltal lettek a motivált, és már olyan fiatalok, akik eleve tesznek valamit, mindig ez van, lettek ide meghívva. A találkozón több mint 20-an vettek részt, és az önkormányzati választásokkal kapcsolatos altémákban innovatív ötletek és kreatív megoldások születtek a különböző problémákra.